2018 U23-as Európa-bajnoki 5. hely, 2019 junior EB-n 2. hely, 2022 felnőtt világbajnoki 3. hely, és végül 2023 világbajnoki aranyérem Belgrádban. Losonczy Dávid fiatalkora ellenére már terjedelmes listával rendelkezik a kötött fogású birkózók közt, ami az eredményeket illeti. De hol is kezdődött az ő karrierje? A Hír TV stábja a tatai edzőtáborban látogatta meg az olimpia előtt az SMTK birkózóját. Tehát ugye 2006-ban az apámnak uralkodott a SMTK birkózók osztályt, és ugye így 6 évesen, mikor bekötöttem iskolába, én is lekerültem ugye akkor is Tonfeldő János iskola tornacsarnokába, és igazából egyből beleszerettem ebbe a sportágba. Hál' Istennek egész jó, hamar egész jó lettem benne, úgyhogy itt maradtam azóta. A birkózás családban marad. Lehet ezt mondani, hiszen ami Dávid motivációjában nagy szerepet játszik a sikeres eredmények mellett, az bátyja teljesítménye. Fiatalkoromban 5 évvel eltlen voltam, tehát nem kaptam 2 évig versenyen. Aztán ugye itt egy kicsit ilyen hullámos időszakom, hogy megveregettem, akkor elment a kedvem, nem voltam motivált, és igazából tudom mondani a bátyámat, hiszen akkor már idősebb volt, ugye 5 év idősebb nálam, akkor már nyert junior Európa-bajnokságon ezüstérmet. Az is hatalmas motiváció volt számomra igazából, hogy ezt tudom én ekkor eredményt, és ez motiváló számomra, hogy én is meg szeretném ezt tenni. Aztán jött Szürke Alexnek a világbajnoki címe 2016-ban, mikor ugye felett világbajnok lett, és az talán azért hát hozzám közelebb, mert ugye egyidősek vagyunk, és együtt edzőtünk egész életünkbe, és ugye ott nyitam és néztem, hogyha ő képes rá, akkor én is képes vagyok rá. 2023. Belgrád. Frusztráció és drámai körülmények jellemezte a világbajnokságot, ahol török ellenféllel nézett szembe, ám bírói döntés miatt nem a magyar sportolón kezét emelték a magasba, pedig egyértelműen ő győzött. Utólag azonban megváltoztatták az eredményt, és ezüstérem helyett neki is odaítélték azt a bizonyos világbajnoki címet. Most már tényleg teljes szívvel tudom megenni ezt az akkori káváriát. Igazából én ezüstnek is örültem, és tényleg viszont voltam el, hiszen értem második világbajnoksága volt, értem első kvalifikációs világbajnoksága volt, ugye olimpiára. A kultat megszereztem, igazából azért mentem, de ugye az embernek erős közönnek az étvágya. Tényleg ennyire voltam a világbajnoki címtől ott a helyszínen, de azt, amit később megkaptam, ami számomra is hatalmas sűrű, hiszen a birkózásban ilyen nem sűrű, tehát nem is történhetne, mert végig is megtörtént, tehát egy hatalmas büszkeség és öröm volt nekem és számomra. Tata különleges helyet foglal el a szívében, hiszen az edzőtáboroknak köszönhetően sok időt tölt itt. Mégis ilyenkor csak a legfontosabb felszereléseket hozza magával. Ugye az edzős ruháim, edzős pólóim vannak itt, aztán ugye a mezeim, zokni, alsógatya, futócipő, papucs, itt vannak, ebben vannak a táplálékészítők, ebben a táskámban, tisztáklatási szerek, igazából ennyi, ami kell egy táborba, semmi más. Ugye a mezeidben látunk általában versenyeken, ezek hogy néznek ki, mi az, ami nagyon fontos egy ilyen mezen, amikor így összerakjátok, vagy amikor így kialakul? Hát igazából ugye rajta kell lennie itt a hátának, hogy milyen színű, mert ugye most már van, aki ugye fekete birkózik, annak át egy kék csík, az elnek két csinak, hogy ő a kék, ugye az mindenki rajta kell legyen a mostani mezeken. Ugye át rajta van, ez ugye én mezem ugye a nevem rajta, meg ugye a Magyarországnak a rövidítése. Aztán ugye előre, hogyha jó sikerüljön, akkor tudunk rámutatni, hogy honnan származunk, és ugye ez a régebbi mezünk, most nem ebbe birkózunk meg az olimpián, ezért ott van a címed is. És amúgy azért nagyon szép lesz. Két színű van. Igen, van egy piros, meg van egy, a piros is itt van valahol. Igen, az is. Ugye. Ezt mennyivel előtte tudjátok meg, hogy melyik mezbe kell éppen szűnni? Hát a sorsoláskor kiderül, hogy melyikbe leszünk. És egy napon belül hányszor kell cserélgetni? Az is a sorsolástól függ, hogyha például ugye a világbajnokságon én mondtam ugye legalul, és a olimpián is legalul leszek, úgyhogy csak kékben leszek. Mint a legtöbb sportolónak, neki is van példaképe. Viszont a feltörekvő pályafutása miatt lassan már ő fog annak számítani a most felnövő birkózó generációnak. Szerintem minden gyerek, aki erre a sport útjára lép,
az a olimpián találja meg a példaképét, hiszen ugye Fodor Zoltán 2008 ugye Pekingbe ezüstérmes lett, akkor nekem is már egy példaképet egyből ugye állt, hogy jött a Lőrinc Tomi, Lőrinc Vitt, ugye jöttek, és az érmesség, és az ember ezekből próbál erőt meríteni, és el akar hasonlítani leginkább fiatal korába. Reméljük, hogy most az én olimpián leszek majd, vagy lehetek sok gyereknek a példaképe. Ez egyébként számodra mit jelent így még azért? Tényleg mindig fiatalon, hogy te is példaképp lehetsz, és nem pár évvel. Hát én ezt még nem igazán hiszem el, tehát, de amikor jönnek hozzám tényleg, és úgy, hogy én mentem annó oda valakihez, mondjuk annyira mentem oda, mert nem mondtam, hogy nagy aláírás gyűjtő, de amikor jönnek hozzám, és tényleg képet kérnek, aláírást kérnek, nyilván nem ezer emberek van szó, tehát nem egy focista vagyok azért, de egy pár oda jönnek hozzám, és az emberek jól esik meg, tényleg azért nem hiszem el, hogy tényleg úgy, ahogy visszakondolok arra, hogy én hogy tekintettem az akkoriakra, mint hogy istenítettem őket, és hogyha ők is úgy gondolnak rám, hogy azért ez nagyon nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy öröm számomra. Az edzőtáborokban a napi rutinok hamar kialakulnak, és nem is kérdés, hogy a legtöbb időt a felkészülés teszi ki. Mégis akad szabadidő a sportolóknak, amibe belefér akár egy kis séta is. Nagyon pozitív gondolkodású ember vagyok, én úgy gondolok magamra, és szerintem ennek a ezenek az összetevőjéből igazából tényleg mindig megpróbál mindenbe a jót látni, és az, hogy miért mi történik. Nem azért, hogy jaj, miért történt, hanem hogy mit tudok abból kihozni, hogy nekem legyen jó és ne rossz. És ezt tettem a olimpián, ugye nem az olimpián még, hanem a világbajnokságon is. Ezt tettem, ugye nem azt néztem, hogy elszettem azt a döntőt, és hogy elszettem el, hanem azt, hogy kimegyek az olimpián. Valóra át egy álmat, egyetlen való látottam azzal, hogy kijutottam, és hogy ezért meg kell tenni mindent. Kötött fogású birkózónk életében nagy szerepet játszik a hit is. És ahogy ő fogalmazott, nem azért, hogy Istent arra kérje, hogy neki minél jobb legyen, hanem azért, hogy megköszönje mindazt, ahova már eljutott. Én mindig csak köszönök azt, hogy egészséges vagyok, hogy tényleg nincs semmi olyan az életben, úgymond nagyobb gondom, tehát amit most csinálok, az is az úgymond az álmom része. Tehát én ezt nem csak az álom, hogyha valaki nyer, hanem az is, amit csinál ő az út közben, és az út is az álom része, úgyhogy tényleg az ember az álmát élheti, és minden önömmel azt megköszönni, és nem mindig többet kell kérni, hanem annak is örülni kell, mi van, és amiben az épp az ember él. Úgyhogy én mindig így próbálom én az életemet és a napjaimat. Nyilván, mikor kérni kell, akkor azért kérek, hogy talán még egy picit az ember úgy, amikor tényleg egy állam egy kapu előtt ott áll, akkor az a kis segítség, hogy a kapun át tudjon lépni, azt kérem meg, hogy segítsenek. A nyári olimpiai játékok minden sportoló életében a legnagyobb sportesemény. Ő mégis úgy érzi, a személyisége nem fog változni ezután sem. Párizs szóba kerül, ezért most egyértelműen az olimpia az, ami erre asszociál az ember, de igen. A te életedben mit jelenthet ez a párizsi olimpia? Te hogy látod? Hát igazából akármi is lesz ott, szerintem nem fog átadni semmi, tehát én vagyok, ki vagyok, ha nem mondom ki, ha úgy lesz, ahogy szeretném, ha nem lesz úgy, akkor is az leszek, aki vagyok most is, és nem fogok átadni semmibe, tehát szerintem. Nyilván egy nagyon szép élmény és egy történet lehet, de igazából az én személyiségemben nem fog változtatni ez az olimpia semmit. A 33. párizsi olimpián Losonczy Dávid augusztus 7-én szerdán méreti meg magát először.